Az egy olyan téma, amelyre a politikusok meglehetősen érzékenyen reagálnak, és minden politikusnak általában van véleménye ebben a témában, és rendkívül érzékeny minden olyan fejleményre, amely ebben a témában, ebben a kérdéskörben elhangzik. Én ezért nem nagyon szeretnék részletekbe menően kitérni erre a kérdésre, hiszen én továbbra is hangsúlyoznám, hogy a összességében a törvénytervezetnek a túlnyomó része a hírközléssel kapcsolatos törvényt módosítja, és ezért azt gondolom, hogy már önmagában is azt mutatja, hogy bár a vitában nagyobb súlyt kapott, de mégiscsak magában a törvénytervezetben kisebb jelentőségű a médiát szabályzó törvénymódosításoknak a megjelenése. Egy-két gondolatra reagálnék csak. Itt azt láttuk, hogy megszólaló képviselőtársaink igyekeztek valamiféle módon blikfangos dolgokat mondani. Mondhatnám azt is, hogy a média inger küszöbét próbálták átlépni. Gondolok itt Karácsony képviselőtársamra, aki azt mondta, hogy a médiának a sunyi elfoglalása történik, ami hát egy LMP-s képviselőtől, ami mégiscsak a 21. századnak a emblematikus pártja, azt gondolom, hogy elég különös megnyilvánulás, hiszen furcsa volna, ha komolyan vehetnénk, hogy a médiát az valamelyik politikai erő el tudná a 21. században foglalni, hiszen az oly szerteágazó és oly módon elfoglalhatatlan bármilyen politikai akarat, bármilyen politikai erő számára, hogy azt hiszem, hogy erre próbálkozást nem is tenne senki, ezért az állítás nyilván képtelenség is. Vagy hát külön színfoltja volt amely vitának is Novák Előd, aki azt hiszem, hogy már csak egy lépésre van attól a kiváló teljesítménytől és valóban parlamenti bravúrtól, hogy személyes megtámadás címén fog majd hozzászólni saját maga felszólalása kapcsán. Azt hiszem, hogy ez valóban egy parlament történeti esemény lesz majd, de nagyon közel állhatunk ehhez a pillanathoz is. De valójában a hozzászólásai azok nagyjából ugyanabban a témában jöttek elő, és tartalmában ugyanazok a kérdések jöttek elő. Azt hiszem, szinte valamennyi vitán valamiben meg tud szólalni, ugyanezeket hozza fel. Szórakoztató volt, és valóban időnként azért mindenképpen a magas nívót képviselte Lendvai Ildikó képviselő asszonynak a hozzászólása, ami nem véletlen, hogy jót mulattunk itt egyik-másik nagyon színvonalas, ironikus megjegyzésén és kis hangulatképén, de azért én ezt is tudnám akár komolyra fordítani, mert valóban érdemes a gyermekek védelmében sok mindent tenni a médiában, és valóban elgondolkodtató, bár olyan az ember első nekifutásra talán viccesnek gondolná, amikor a magyar népmeséknek a horrorisztikus tartalmát kezdjük poncolgatni, vagy akár a klasszikus népmesék vagy meséknek a tartalmát. Én nekem ebben a pillanatban az jutott eszembe, hogy egy-két héttel ezelőtt a még nem 2 éves Donát fiam sikítva sírta el magát, amikor megjelent az előadásban, az óvodás előadásban a boszorkány, és aznap nagyon sokszor mondta el még este is, hogy megijedtem. Úgyhogy és azt gondolom, hogy valóban érdemes komolyan venni ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy felnőttként másképpen viszonyulunk ehhez a kérdéshez, mint ahogy valószínűleg ezt a szakemberek látják, és nagyon helyes, hogyha a gyermekek érdekében sok minden történik, még akkor is, hogy azt gondolnánk, hogy esetleg ez már az abszurditásnak a határát súrolja. És hát Mandur László képviselőtársam is a tőle megszokott, egyébként azért magas színvonalon és meggyőző erővel mondta el ugyanazt, amit egyébként a média törvény vitájában el lehet mondani, és tudta olyan megközelítésben és megvilágításban előadni a közszolgálati médiumoknak az integrációját és a vagyonkezelőnek a létrehozását, mint hogyha az már maga lenne a vég. Az már önmagában ez a fejlemény és ez a körülmény, ez már minősíteni önmagát, és nem is érdemes innentől kezdve már azt igazolni, hogy ez egy helytelen folyamat. Én azt gondolom, hogy időnként azért nem csak az embernek a saját gondolatai körül kell forognia, hanem
lehet, hogy más véleményeket is meg kell hallgatni, és más véleményekre is oda kell figyelni. Többen hivatkoztak képviselőtársaim közül az elmúlt hétnek arra a Kulturális Sajtóbizottság ülésére, amely a köztelevízió székházában történt, és ott végül is a közmédiumok vezérigazgatói nem arról számoltak be, hogy ők kétségbejtőnek tekintik azt a fejleményt, amely történt. Az ott elhangzottak, azok arról szóltak, hogy számos előnyét látják annak, ami ebben a szabályozásban számukra lehetőségként jelenik meg, és én bízom benne, hogy az a fajta mutatószám, amely a nézettségben azért én azt hiszem, hogy a drámát ezzel is lehet fokozni, hogy milyen zuhanás, meg mennyire mérhető meg az elmúlt időszakhoz képest, milyen változások történtek. Én azt hiszem, hogy ez is azért az erős túlzás, és azért a hatásvadászat kategóriába tartozott, azt gondolom. Én egyébként bízom abban, hogy valóban ez a fejlemény, amely a közmédiumokban történt, az erősíteni fogja az ő teljesítményüket a közeljövőben. Nos, összességében, tehát köszönöm szépen képviselőtársaimnak mindazt, amit ebben a vitában elmondtak, mert ettől függetlenül természetesen nagyon sok hasznos és megszívlelendő információ és felvetés hangzott el, és bár Mandur képviselő azt mondta, hogy nem fognak módosító indítványokat benyújtani, ha jól értettem. Én mégis természetesen arra biztatom képviselőtársaimat, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyben úgy érzik, hogy gyenge, vagy valamiféle módosításra szorul az a törvénytervezet, amelyet benyújtottunk a tisztelt háznak, ahhoz tegyék meg a módosító indítványokat, és tegyük még jobbá ezt a szabályozást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szépen, képviselő úr, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt képviselőtársaim, a soron következik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Rogán Antal fideszes képviselő önálló indítványát Téper 3538 számon, a bizottsági ajánlást pedig Téper 3538/1-es számon megismerhették képviselőtársaink. Tájékoztatom önöket, hogy Maninger Jenő képviselő úr, valamint Mennyi Roland képviselő úr csatlakozott Rogán Antal úrhoz a napi rendi pont előadójához. Most az előterjesztési expozé következik. Megadom a szót Maninger Jenő képviselő úrnak, a napi rendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt képviselőtársaim! A szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvényjavaslatnak a célja, hogy a Nyugat-Európában jól működő holding központok magyarországi létrejöttének lehetővé tétele érdekében szükséges. Külföldön egyébként már létező a Real Estate Investment Trustnak, azaz nyilvános ingatlanbefektetési társaságnak a mintájára szabályozott ingatlanbefektetési társaságok sajátos jogállamiságát létrehozott szabályokat megalkossa. Továbbra is a virágzó nyugat-európai holding központok Svájc, Luxemburg számos olyan adminisztratív védekezési lehetőséget nyújtanak a befektetők számára, melyek az adózási előnyöktől függetlenül is a befektetői bizalom növelését szolgálják. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság, rövidítve SIT, azaz a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok létrehozás szükséges szabályozás megalkotása, tehát annak érdekében szükséges, hogy Magyarország a közép-kelet-európai régió pénzügyi szolgáltató központjává válhasson. A SIT egy olyan nyilvánosan működő tőzsdéjegyzett részvénytársaság, amely a kis és intézményi nagybefektetőktől összegyűjtött pénzügyi forrásokat elsősorban magyarországi bejegyzésű kereskedelmi és lakóingatlanokba fektetné be azért, hogy ezeket az ingatlanokat hasznosítsa, illetve szükség esetén fejleszte. Az ingatlan hasznosításból és fejlesztésből realizált jövedelem túlnyomó részét, 90%-át pedig a részvényeseknek fizetnék ki osztalék formájában. A törvényjavaslat indoklásában elmondhatjuk, hogy a törvényjavaslat szükségességének oka, hogy az elmúlt 8 évben Magyarország hátrányba került a régiós versenytársakkal szemben. A kormány célja az, hogy ezt a hátrányt ledolgozza, és Magyarországot a közép-kelet-európai régió pénzügyi szolgáltató központjává tegye. A jelenlegi javaslat célja a szabályozott ingatlanbefektetési társaság létrehozási lehetőségének megteremtése, amely a közép-kelet-európai régióban jelenleg csak Bulgáriában és Litvániában éltek a bevezetéssel, az unióban eddig 10 ország vezette be. A hazánkban
A CIT egy olyan nyilvánosan működő tőzsdén jegyzett részvénytársaság lesz, amely a kis és intézményi napbefektetőtől összegyűjtött pénzügyi forrásokat Magyarországon elhelyezkedő kereskedelmi és lakóingatlanokba fektetné be azért, hogy ezeket az ingatlanokat hasznosítsa, illetve szükség esetén fejlessze. Az ingatlan hasznosításból és fejlesztésből realizált jövedelem túlnyomó részét, 90%-át pedig a részvényeseknek fizetné ki osztalék formájában. A pénzügyi termék alapkoncepciója, hogy a CIT által realizált jövedelem csak a magánszemély részvénytulajdonosok szintjén adózna osztalékadó formájában, illetve a CIT részvények nyereséges értékesítés esetén árfolyamnyereség adóként. Ennél fogva a CIT részvény lényegében osztalékrészvényként funkcionálna, ennek köszönhetően a részvény árfolyam volatilitása az átlagnál várhatóan alacsonyabb lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a kormány nevében, kíván-e valaki felszólalni? Nem? Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy a Gazdasági és Informatikai Bizottság írásban nyújtotta be ajánlását. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőnek Veres János képviselő úrnak adok szót a MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A mai napon talán most először egy olyan javaslat tárgyalására kerül sor, amelynek koncepciójával, alapvető gondolataival érdemi vitánk nincs. Nincs érdemi vitánk, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan lehetőséget írnak most le ebben az előterjesztésben, amely lehetőség a Magyarországon működő vállalkozások számára nyithat egy új teret, nyithat egy új mozgás lehetőséget. Ugyanakkor van néhány olyan kérdés, amelynek a pontosítására, illetve megválaszolására szükség lenne ahhoz, hogy a beterjesztett javaslatot jó szándékkal támogatni lehessen. Elsőként mindjárt azt a kérdést szeretném föltenni, hogy vajon miért az egy, illetve a három képviselő az előterjesztő a javaslatnak. A kérdésemet azért teszem föl, mert nyilvánosan és hozzáférhető a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2010. november 30-ai dátummal elkészült tulajdonképpen összefoglaló erről a bizonyos javaslatról, amit most itt megismerhettünk az országgyűlés elé terjesztve. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint lényegében, amit most itt az előterjesztői felvezetőben hallhattunk, kerülnek megfogalmazásra, és a szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint ennek az évnek az őszén kerül az országgyűlés elé terjesztése ez a javaslat. Ugyanakkor itt most képviselő indítványként találkozunk lényegében ennek az előterjesztésnek a szövegével megfogalmazásként. Úgy gondolom, hogy érdemes azt tisztázni, hogy vajon miért nem a kormány az előterjesztő, hogyha államtitkár úr erre választ adna, azt nagyon megköszönném, hogyha az előterjesztők erre választ adnának, azt is megköszönném. Érdemes azt tisztázni, hogy az előterjesztők vajon miért most hozták ezt a javaslatot az országgyűlés elé, mi az oka az időzítésnek, van-e emögött az időzítés mögött valami konkrét elgondolás, konkrét gazdasági döntés előkészítése, van-e valamiféle olyan tárgyalás, amely indokolttá tette, hogy ne az őszi törvényhozási periódusban, hanem a rendkívül ülésszak keretén belül kerüljön mindez megtárgyalásra az országgyűlésben. Azaz szeretnénk megismerni azokat az indokokat, amelyek a múlt év november 30-án keltezett Nemzetgazdasági Minisztériumi anyagon túlmenően ennek az előterjesztésnek a sürgősségét indokoltá teszik, és az ilyen módon történő előterjesztést. Mindenfajta bántó szándék nélkül pusztán valóban az érveket szeretnénk hallani azok részéről, akik tudják, hogy mi van emögött a döntés mögött, mert mi nem ismerjük, hogy pontosan miért kerül erre ilyen módon sor. Na most az előterjesztés tartalmát illetően pedig, ha lehet, akkor röviden csak azzal a néhány kérdéssel foglalkoznék, amelyhez módosító indítványt is nyújtottam be, és amelyeknél azt gondolom, hogy van értelme legalábbis vitatni és mérlegelni, hogy miért ezt tartalmazza az előterjesztés. Alaptételként szeretném azt megemlíteni, hogy önmagában egy ilyen
jogi formula létrehozása egy országban természetesen nem elégséges ahhoz, hogy tömegesen, nagy tételben tőkebefektetők jelenjenek meg az országban, kihasználva ezt a lehetőséget, hanem nyilvánvalóan az ország jogrendjének, egyéb jogszabályoknak a tartalma, az igazságszolgáltatási rend, a jogbiztonság, adórendszer, a foglalkoztatási szabályok és sok minden más értelemszerű illetékszabályok és sok minden más értelemszerűen közrejátszik még abban, hogy vajon egy ilyen formát valamely országban érdemes-e csinálni, vagy egy másik országban érdemes csinálni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy önmagában a keret, amelyet meghatároz, az egy lehetőséget ad, semmiképpen nem garanciát és semmiképpen nem biztonságot ad ahhoz, hogy ezt követően ezt a keretet bárki ki szeretné tölteni, vagy ki is fogja majd a későbbiek során tölteni. A magyar viszonyok figyelembevételével ugyanakkor érdemes legalábbis föltenni azt a kérdést, hogy vajon a mindjárt a harmadik paragrafusban szabályozott induló tőkeérték meghatározásánál miért ezt a mértéket választották a beterjesztő képviselők, vagy a beterjesztő egy képviselő. Ugye az induló mértékre vonatkozó értékhatár, ez a novemberi nemzetgazdasági minisztériumi anyagban még nem jelent meg, ott még ez nem került megfogalmazásra, ezért ezt nyilvánvalóan csak a javaslat előterjesztője, vagy a két társ előterjesztő tudja megmondani, hogy miért a 10 milliárd forintos összeget tartották alkalmasnak arra, hogy a jegyzés minimumaként, az indulótőke minimumaként ezt az értéket vezessék be Magyarországon ebben az esetben. Nyilvánvalóan van egy olyan kérdés, amelyről lehetne vitákat folytatni, hogyha az előző időszak ellenzéki magatartását tekintenénk példának, akkor most súlyos és demagóg mondatokat, perceket lehetne arról beszélni, hogy miért nem adóztatják ezt a társaságot, hogy miért nem kell ennek a társaságnak társaságadót fizetnie. El lehetne játszani a meg nem értettséget ebben az esetben. Én azt gondolom, erre azonban nincs semmi szükség, mint hogy semmi szükség nincs arra sem, hogy most itt az előterjesztő felvezető szövegében ismét a Fidesz által sokszor hangoztatott tartalom nélküli 8 évre mutogatás használta itt képviselőtársam. Azt gondolom, értelmetlen dolog erre bármifajta hivatkozással ennek az előterjesztésnek a tárgyalása során lenni. Meggyőződésem szerint sokkal inkább ennek a dolognak a tartalmi részét kellene nézni. Éppen ezért én nem is kívánok belemenni abba a vitába, hogy miért így és miért úgy adózik. Meg vagyok arról győződve, hogyha megfelelő garanciákat más oldalon is biztosít a szabályozás, akkor az e-társaságban elért nyereség után nyereségadót fog fizetni ilyen vagy olyan módon az, aki ide pénzt befektetett, és miután a szabályozás viszonylag egyértelműen a 90% kifizetését előírja osztalékágon, ebből következően nagy valószínűséggel a befektetők részéről meg kell fizetni az ebből következő nyereségből hozam után a megfelelő nyereségadót. Na már most tehát a 10 milliárd forint lenne az az első tétel, amely érdemi megindoklásra és úgy gondolom érdemi vitára adhat okot. Figyelemmel arra is, hogy ha nagyon magasan húzunk meg egy ilyen értékhatárt, akkor nagy valószínűséggel azt a magyarországi potenciális befektetők számára nehezen elérhető értékhatárnak mondhatjuk. Kevesebb magyar szereplő tud részt venni ezt követően ebben a formában, és úgy gondolom, hogy ha már egyszer csinálunk egy ilyen formát, akkor azt úgy kellene megalkotni Magyarországon, hogy minél többen, minél több szereplő számára nyíljon meg a lehetőség a részvételre, és semmiképpen nem gondolom, hogy emiatt ezt a 10 milliárd forintot fönn kéne tartani, meg vagyok arról győződve, hogyha a magyarországi potenciális befektetőknek a lehetőségét nézzük, akkor alacsonyabb értékhatár mellett kellene ezt meghúzni. Ha ragaszkodnak ez az értékhatárhoz, akkor nagy valószínűséggel egy vagy esetleg két kezünkön is megszámolható darabszámú magyarországi vállalkozást érinthet érdemben ez a forma, és azt gondolom, hogy ez nem célszerű, hogyha ennyire testre szabottan, ennyire néhány vállalkozás érdekében születik egy szabályozás. Célszerűbb az, hogyha ebben minél több szereplő részt tud venni a későbbiek
során is, hogyha valóban az lenne a célja ennek a szabályozásnak, amit itt a Nemzetgazdasági Minisztérium végkövetkezetése is tartalmaz, miszerint a pénzügyi szolgáltató szektor szempontjából Magyarország kedvező földrajz elhelyezkedése révén lehetséges, hogy Magyarország a kelet Luxemburgja legyen. Ez egy szép cél, érdemben azonban természetesen önmagában egy ilyen szabály nem elégséges hozzá. Az előterjesztésben meglehetősen pontosan szabályozzák, látható a minisztériumi előkészítés, előztem itt a képviselő előterjesztést. Tehát meglehetősen pontosan szabályozzák azt, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak, illetve vezetői gyakorlatként milyen tevékenységet fogadnak el. Ugyanakkor elég nehezen lehet azt érteni, elég nehezen lehet azt indokolni, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál vezető állású személyi körbe olyan személyeknek a részvételét kizárja, amely személyek részvétele a potenciális befektetők oldaláról nagy valószínűséggel indokolt lehet. Tehát, hogyha arra számítunk, hogy kik fognak ilyen társaságba befektetést eszközölni, akkor azt gondolom, hogy nem célszerű annak a személyi körnek a túlzottan erőteljes kizárása, akik részéről pénzt várunk, tőkét várunk ezen társaságokba befektetésre a későbbiek során, azaz meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ahonnan a befektetés érkezik, onnan lehetőség legyen megfelelő személyek delegálására ezen társaságok vezetőállású testületeibe, illetve vezető tisztségviselőként. Éppen ezért én a magam részéről itt a 6-os paragrafus 3-as pontjában szereplő szabályozást a mostani megfogalmazás szerint túlzottan kizáró jellegűnek tekintem. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy vajon, ha valóban egy nyitott formában gondolkodnak, és valóban nem egy társaságnak akarják ezt dedikáltan Magyarországon a jogrendbe iktatni, akkor érdemes-e fenntartani ezt a mostani kötöttséget, pontosan ezt a mostani nagyon erős kizárási szabálysort. További olyan szakmai viták merülhetnek még föl, hogy vajon az ingatlan fejlesztésből származó eredményt, vagy nyereséget, vagy többlet hozamot, vajon az itt felsorolt teáróba sorolt tevékenységek közül melyikbe sorolják be. Ahogy én utána néztem a teáró mostani értelmezésébe, eléggé vitatható, hogy maga a fejlesztés, mint tevékenység, az ebben az esetben az itt felsorolt 4 tevékenységi kör, 4 teáról számba tartozó tevékenységi kör közül melyikbe sorolható. Jó lenne, ha ez is egyértelmű lenne, és nem pusztán a bérbeadás, üzemeltetés, kezelés lenne az a tevékenység, ami ezen társaságú tevékenységébe illeszkedő lehetne, hanem értelemszerűen az ingatlan fejlesztési tevékenység is a társaság elfogadott tevékenységi körébe illeszkedhessen, annak érdekében, hogy az ebből származó hozam is ezen társaság majdani osztalékát képezhesse a későbbiek során. És végezetül úgy gondolom, hogy azon is érdemes elgondolkodni, hogy a 8-as paragrafus 8-as bekezdésében szabályozott vételi jogra vonatkozó korlátozás az ilyen módon, vagy egészen ettől más módon, finomított módon tartandó-e fönn, ugyanis meggyőződésem szerint ez is egy olyan lehetőség lehet, amely a majdan létrehozandó társaság bevételeit, nyereségadó alapját növelheti. Úgy gondolom, hogy nem érdemes olyan szabályokat most beiktatni, amely az eredménytermelés szempontjából túlságosan erős, és nem teljesen megalapozott korlátokat jelent a társaságok esetében. Összességében az elmondott vélemény alapján úgy gondolom, hogy ha a politikai mászt levesszük ennek az előterjesztésnek a körülményeiről, azaz nem kezdünk el értelmetlen módon másfelé mutogatni, akkor egy olyan előterjesztést tartunk a kezünkben, amely szakmailag átgondolt, egy jól előkészített előterjesztés, és az általam elmondott néhány ponton
történő módosítás esetén akár az ellenzék számára is támogatott előterjesztésről van szó. Úgy vélem, hogy érdemes Magyarország gazdaság fejlesztése érdekében ilyen jellegű megfontolásokat is alkalmazva a későbbiek során ezt a bizonyos szabályozott ingatlan befektetési társaságról szóló törvényt megalkotni, és megfelelő tartalommal ez szolgálhatja akár azt a szándékot is, hogy Magyarországon nyíljon lehetőség arra, hogy ebben a formában is különböző befektetések megfelelő hozamot tudjanak hozni azoknak, akik Magyarországot jó üzleti célpontnak tekintik, akár belföldi befektetőként, akár külföldről idehozott tőkével. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! Következő felszólaló Volner János képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót! Tisztelt képviselőtársaim, egy olyan gazdasági forma megjelenéséről van szó, amikor a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról beszélünk, amely még 1880-ból származott. Aztán azért, hogy a kettős adóztatást kizárják az államok, későbbiek folyamán egyre inkább finomították az ezzel kapcsolatos szabályozást. Az 1930-as években Amerikában Eisenhower elnök volt az, aki elfogadta az ezzel kapcsolatos részletes szabályozást, aztán azóta gyakorlatilag a fejlett világ különböző államai számára ez szolgált mintául, aztán ennek a természetes módon történő továbbfejlesztése volt az, ami a mai jelenlegi állapothoz vezetett. Hát először is föl kell tennünk egy kérdést. A magyar nemzetgazdaság bővülése szempontjából mi az, amilyen befektetési formára, mi az, amilyen befektetőre szükségünk van, és mit remélhetünk a szabályozott ingatlanberuházási társaságok megjelenésétől. Képviselőtársaim, először is ki kell, hogy jelentsük, hogy Magyarországnak leginkább zöldmezős beruházásokra van szüksége, a külföldi tőkére pedig elsősorban azokban az esetekben számítunk, és azokban az esetekben gondolunk rá üdvözítő dologként, amikor olyan vállalkozásokban ölt testet a külföldi tőke, amely a segítsége nélkül Magyarországon nem jönne létre. Mikre is gondolok? Hát például eljön ide valaki, létrehoz egy zöldmezős beruházást, és itt felhasználva a szakképzett magyar munkaerőt valamilyen terméket előállít. Ez azt jelenti, hogy valahol külső jövedelmek termelődnek, amelyeket aztán egy magyarországi előállítású termék megvásárlására költenek. Magyarul Magyarország külső jövedelmeket képes bevonni a gazdaságának a működésébe. Miről szól azonban ez az előterjesztés? Az ingatlan piacon jelenik meg a külföldi tőke. Kérdezem én, mi az, ami Magyarország számára, a magyar nemzetgazdaság számára hiányzik az ingatlan piacból? Nincsenek kőműveseink, akik házat építenek? Nincsenek befektetőink, akik megfinanszíroznak egy lakóparkot vagy társasházat? Jelenleg én elolvastam az aktuális ingatlanpiaci elemzéseket, több ezer lakóparki lakás áll üresen, az ingatlanpiac pang, jelenleg tehát ingatlan fejlesztési kapacitásoknak bővében vagyunk, jelenleg éppen azzal küzd a magyar munkaerő, hogy nem tud elhelyezkedni az építőiparban, én is azért vonom rendszeresen kritika alá a Nemzetgazdasági Minisztériumot, mert az otthonfejlesztési programot, az otthonteremtési programot nem hajlandó beindítani. Tehát nem arról van szó, hogy itt olyan beruházásokat hoznának jelenleg létre, amelyek egyébként a magyar tőke közreműködése nélkül nem lennének életképesek. Ha van piaci kereslet arra, hogy irodaházak, szolgáltató létesítmények, plázák, vagy éppen lakások épüljenek, akkor ez a magyar vállalkozók közreműködésével meg fog valósulni. Tehát egy olyan nemzetgazdasági ágazatban történő megjelenésről beszélünk, amikor a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról értekezünk, amelyre gyakorlatilag úgy gondolhatunk, hogy a külföldi tőkére ebben az ágazatban legalábbis az égvilágon semmi szükségünk nincs. Más kérdés, hogyha mondjuk valaki föl szeretné itt építeni mondjuk a Walt Disney városnak a mását, vagy valami hasonló egyéb beruházást, amire azt mondanánk, hogy mondjuk magyar nemzetgazdasági keretek között, azért mert Magyarországnak nincs olyan turisztikai vonzereje, ami az adott beruházáshoz kötődő módon megjelenhetne a külpiacokon, hogyha mondjuk egy ilyen esetben hoznak létre
egy ilyen beruházást, akkor az természetesen támogatható lenne. A törvény alkotó azonban nem erre az esetre szabta a törvényi feltételeket, hanem általában az ingatlan piacon lehetővé teszi azt, hogy ezek a cégek tevékenykedjenek. Mi is a másik problémánk ezzel? Hát először is sérül a szektorsemlegesség elve, ugyanis ezek a cégek társasági adótól, iparűzési adótól mentességet kapnak. Nem történik tehát egyéb, mint hogy üzemméretük alapján a jogalkotó kontraszelektálja a vállalkozó társadalmat. Ne feledkezzünk el róla, hogy 10 milliárd forint összegű induló tőkét ír elő legalább